Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform. Üdvözlünk mindenkit, a mikrofonnál Andor Tóth Anna és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Blokkláncokról beszélgetünk a következő percekben, méghozzá, hát fogalmazzunk úgy, hogy blokklánc típusokról, mert hogy pár évvel ezelőtt, vagy több évvel ezelőtt még itt az Ethereumot lehet felhozni példának, ami egy olyan blokklánc, ami sokféle megoldást képes kezelni, és pár éve viszont már beszélünk specializált blokkláncokról, ami külön egy-egy megoldásra fókuszál. Lehet azt mondani, hogy akkor az Ethereum elavulttá vált? Azért, mert egy univerzális blokkláncról beszélünk, még nem mondhatjuk, hogy elavulttá vált. Az Ethereum esetében a piac nagyon várja, hogy fejlesztenek, hiszen a technológia fejlődik, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem igyekszik kellőképpen tartani a lépést a fejlődéssel, de ez nem jelenti azt, hogy itt néhány hónap múlva nem jelentenek be majd valamilyen új irányt, ami ezen változtatni fog. Viszont, hogyha arról beszélgetünk, hogy specializált, illetve univerzális blokkláncok, az alatt azt kell érteni, hogy egy univerzális blokklánc az vár mindenféle jellegű megoldást. Úgy kell elképzelni ezeket a blokkláncokat, tehát az Ethereum volt az első olyan blokklánc, amiket úgy hívunk, hogy Turing Complete blokklánc. Ez azt jelenti, erősen, sok-sok idézőjelben, hogy bármit lehet rá fejleszteni, mint egy operációs rendszerre egy programot. Egyébként ez így ebben a formában nem teljesen igaz, csak könnyebb elképzelni, hogyha azt mondom, hogy bármit lehet rá fejleszteni, és akkor oda mehetnek a játékok, a pénzügyi alkalmazások, akár egy közösségi média platform, tehát lehet rá applikációkat fejleszteni. Egy specializált blokkláncot pedig az alkotók úgy terveznek és fejlesztenek le, hogy valamilyen területet fedjen le, mondjuk, mint a mozaik lánc esetében a pénzügyi alkalmazások, és ez egyébként lehet akár a tradicionális pénzügyi világnak egy megoldása, vagy a decentralizált pénzügyi alkalmazások, azaz DeFi megoldás. Most itt az Ethereumot hozzuk példának az univerzális blokkláncokra, de azért nem csak az Ethereum van. Van már kihívója, olyan kihívó, ami tényleg utolérheti, vagy lehet legalább olyan jó, mint az Ethereum? Van, hát itt bizonyos szempontból mondjuk a Tron hálózat már le is körözte az Ethereum hálózatot, tehát például több USDT tranzakció és több USDT mennyiség van a Tron hálózaton, mint az Ethereumon, de hát lehet itt említeni sok projektet, ugye a Tron mellett, ugye az utóbbi napokban sokat beszéltünk a Ton hálózatról, ami szintén nagyon fejlődik, és akkor hát ugye a régebbi kihívók, akik ugyan le nem körözték még, de a hírekben azért egy komoly kihívóként jelennek meg, mint mondjuk a Cardano. A Solana technológiai szempontból mindenképpen kijelenthetjük, hogy a legtöbb szempontból többet kínál a piacnak, ellenben mondjuk a Solana-nak még nem sikerült rendesen decentralizálódnia, és nem tudom, hogy egyáltalán valaha ez meg fog történni. Úgyhogy itt különböző szempontok alapján lehet csak kijelentéseket tenni. Összességében azt gondolom, hogy az Ethereum ma még tartja a pozícióját, tehát az első helyét azon blokkláncok között, amikre lehet alkalmazásokat fejleszteni, és akkor most szándékosan nem nyitom ki a kaput, hogy ugye ez újabb rétegekkel, tehát blokkláncok Bitcoinhoz való hozzácsatlakoztatásával ez ma már megoldott a Bitcoin hálózaton is, de ez most legyen egy külön fejezet. Hogyha megnézzük az érveket, akkor mi szól mondjuk az egyik és mi a másik mellett? Hogyha valaki akar egy alkalmazást bármilyen területen elindítani egy blokkláncon, akkor ő neki nagyon fontos, hogy azon a blokkláncon legyen élet, legyenek szereplők. Tehát akarok nyitni egy üzletet egy plázába. Hiába sokkal jobb, sokkal szebb, sokkal biztonságosabb, sokkal jobb helyen van egy pláza, hogyha ott nincs más üzlet és nincsenek vásárlók.
és addig nem fog oda menni semmilyen üzlet, ameddig oda nem járnak vásárlók, de addig a vásárlók se fognak oda menni, ameddig ott nincsenek üzletek, sokkal jobban megéri egy elavultabb, ósdibb, rosszabb körülmények között működő áruházba nyitni a boltot, hogyha ott vannak a vásárlók. Persze tudjuk, hogy idővel ez meg fog változni, de hát azért a digitális világban ez nem teljesen így van, mert egy digitális világban sokkal könnyebben jelennek meg újabb és újabb áruházak, mint a fizikai térbe, hiszen itt viszont olyan fizikai korlátok vannak, hogy egy adott területen nem lesz korlátlan számú áruház. Úgyhogy ezeket igaziból a jövő fogja eldönteni. Ami viszont a specializált blokkláncok mellett szól, hogyha ez a specializált blokklánc, egyébként máshogyan nem is érdemes ilyet fejleszteni és tervezni, hogyha ez rendelkezik jó minőségű átjáró képességgel más blokkláncok között, tehát az együttműködési képessége az jó, akkor viszont onnantól kezdve nem biztos, hogy olyan erős szempont az, hogy mik vannak a blokkláncon. Mert hogyha biztonságosan, olcsón és gyorsan el lehet érni más blokkláncokon lévő alkalmazásokat, akkor a felhasználóknak nem feltétlenül jelent hátrányt, hogyha az egy olyan blokklánc, amin még nincs igazán komoly élet. Azt mondtad, hogy biztonságosan, olcsón és gyorsan, mondjuk ez akár univerzális, akár speciális blokklánc, ez szempont. Mind a három nagyon fontos szempont, és itt ugye szeretném kiemelni a biztonságot. Egy átjáró két blokklánc között az mindig támadási célpont, hiszen ezeken az átjárókon értékek mozognak, és amikor átjárás van, akkor az mindig egy nagyobb kihívás biztonságosra megépíteni, hogyha két blokklánc közötti kommunikációt kell oly módon felépíteni, hogy az támadhatatlan legyen. Számtalan példa van a világban, hogy ezeket az átjárókat, ezeket divatos nevén szokás bridge-eknek hívni, de egyébként bármilyen más fantázia néven is lehet ilyet találni, ezeket az átjárókat azért az elmúlt években számtalan alkalommal támadták meg sikeresen. Úgyhogy ez egy biztonsági szempont. A sebességet egyébként mindig a lassabb blokklánc fogja meghatározni, tehát egy ilyen átjáró nem tud gyorsabb lenni, mint a két blokklánc közül a lassabb blokklánc, hiszen mind a két oldalon rögzíteni kell azt a tranzakciót, amivel az átjárás megtörtént. Úgyhogy olyan nem létezik, hogy hozzákötünk egy lassabb blokklánchoz egy gyorsabb blokkláncot, egyik oldalról a másik oldalra küldünk egy tranzakciót, és annak a tulajdonsága a gyorsabb blokkláncéval egyezzen meg sebességben. És ugyanez igaz a költségekre is, hiszen mind a két oldalon kell egy tranzakciót végrehajtani. Egyébként erre léteznek alternatív megoldások, hogy a költségeket azokat bizonyos esetekben lehet az olcsó blokklánchoz kötni, de ezt nem lehet minden tranzakciónál megoldani, tehát általánosságban el lehet erre is mondani, hogy mindig ki kell fizetni mind a két oldalon a költségeket. Valamelyik adásunkban az elmúlt hetekben beszélgettünk arról, hogy milyen sok kriptodeviza van már, és hogy gyakorlatilag felesleges, meg ennek a töredéke, több mint 2 millió ugye ilyen kripto projekt van már, és hogy ennek nagyon nagy része csalás, nagyon nagy része nem fog működni. Na de mi a helyzet itt? Lehet itt azt mondani, hogy nem tudom, túl sok projekt van, túl sok blokklánc van már, túl sokan fejlesztenek, vagy le van maradva a piac. Ebből a szempontból, hogy blokklánc, hol tart a piac? Én azt gondolom, hogy ahhoz képest amennyi alkalmazás és amennyi valós felhasználás van jelenleg a piacon, ahhoz képest teljesen irracionális a megoldásoknak a száma. Tehát ennyire ma nincsen szükség. És azt gondolom, hogy ez olyan nagy szám, amivel ma lehet találkozni, hogy ekkora számra talán a jövőben sem lesz szükség, de hát nyilván változik a helyzet, hogy ha a föld lakosainak a többsége folyamatosan használ több blokkláncot különböző megoldásokra, akkor lehet, hogy eljön a napja, hogy ez a szám, ez realitássá válik, ezt ma nem lehet megmondani, az biztos, hogy nincs arányba a jelenlegi felhasználással ezeknek a száma. Egyébként sokkal több létezik, csak a legnagyobb listázó oldal per pillanat azt írja ki, hogy 2,4 millió plusz. Tehát körülbelül 2,5 millió projektet listáz a CoinMarketCap. Blokkláncokról beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, hallgassanak minket YouTube-on és Spotify-on, az összes adásunk visszahallgatható. Mi pedig köszönjük a figyelmet, szép napot mindenkinek!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. A Mozaik Alpha kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!